Abu Bikómat. Segítek pakolni. A segítesz, itt fekszel, hát nem vagy igaz. Én kérdezem, mit segítesz el. Drága aranykövető rajongó, figyelj ide, advent első vasárnapja van. Bublió, meg kell gyújtanod este az első adventi gyertyát, ezt tehát ne felejtsd el. Figyelj ide, követő rajongó, ha neked nincsen még meg a pupos adventikusz, nézd meg anyukám, szaszplantosz az öreg Cilla. Sanyika, édesapa elmegy. Szóval, ha nincs meg, ma meg kell gyújtanod advent első vasárnapjának a gyertyát. Én ugyanolyan tyűfészsel akarom meggyújtani, mint tavaly. De hát nem tudom, most még nem láttam a miniszterelnök úr a gyertyát gyújtani. Szóval, hát nincsen, akkor még mindig el tudom rohanni, érted? A szaszplantba, vagy mindjárt belököm a weboldalt. Nézd meg, hogy ki kell. Ez igen, ez advent. Ugye ilyen szép? Anyukádnak is. Anyukád is kapott a sasztra. Követő, rajongó, anyukád, ne arra, ugye, mert maszkba kell lenni. Ugye, visszakegyé. Nem úgy, mint a tegnapi párkin, ott nem volt maszk. Te olyan idegben vagyok már. Anyukám, a Cilla túsz újraindult, jó pofa vagy. És meg kell néznem, Air France 1295-ös járatával megyek és rongyolok tovább, ha kő, ha nem, de teljes idegben. De most megmondom neked, hogy én miért utazom az Air France-szal. Ám egy azért, mert jó, ám kettő, mert képzeld el, hogy akinek, ja, mert most tudod, amikor Covid-os voltam. Na most azt kell tudnod, hogy ugye a március 31-ig van érvényes jegyed. Várjál, most sutyigok, nem látják. Akkor képzeld el, hogy az abszolút módosítható díjmentesen az úti célt, a dátumot, mindent, iszonyatosan rugalmas az Air France. És tudod, most, amikor Covid-os voltam anyukám, változtatnom kellett a jegyet, azért, mert jött a cicka Covid. Utána a francia testvéreim, velük fogok utazni. Utána meg képzeld el, hogy közben meg ugye a lakás ki lett adva, azért nem tudtam utazni. Akkor anyukám, akkor kiderült, hogy a Covid miatt Párizsban a lakógyűlést elnapolják, tehát millió ügy volt. Körülbelül négyszer kellett változtatnom a repjegyet, úgyhogy óriási szerencsém volt, érted? Mert anyukám, egy más légitársasággal lehet, hogy aztán kaptam volna, mondták volna, kérem ráfizetni ennyit, kérem rá. Szóval idegbe volt az. Na most megúsztam. Úgyhogy ez, na, meg Air France. Ápró. Elérték az év légitársasága díjat. Kapaszkodjál. Úgyhogy állítólag halálpupos az egész. Hát meg ugye az összes francia azért ezzel utazik, ugye arról már nem is beszélve. Szóval nagyon cipelom, és egyáltalán nem olyan vészes az ára, de nem akarlak rábeszélni, mert úgy megy el Párizsba, ahogy akarod. Tehát ez gondolod, ki sétálhatsz is, tudod? Anyukám a pupozgépen ülök, nem tudom képzelni, jönnek, mennek idegben mindenki. Fullon vagyunk, fullon van a járat. Tehát mondom, hát ki? Én mondjuk párásztatom meg a hajam is, milyen észre. Mondom, bármikor meg tudod változtatni a jegyedet, jobbról, balra, jobbra, szóval halálosan jól nézek. Idegben kiben járkál, ideültet, odaültet, félrel a csomag, nem tudjuk, mint a heringe kívül, nem terelked. Kani mellettem, halál idén, ebben vagyok, nézzel, nem látod Cilla, hát jó nézek. Bienvenue à Paris, megérkezett az öreg Cilla a nagy francia fővárosba. Most egy kis közérdeki információt, várjam a bőröndöket. Kiegyezted, ugye, amit mondtam? Te figyelj ide! Először is mondta, hogy orvosi maszk viselése kötelező, különben rádrúgnak. Hiába puposztítok itt a Nubu-val, mondták, hogy takar. Viszont már játszak? Pörgetem, itt van, jó, ez a gouvernement. Na, én ezeket követtem egyébként, csak mondom neked, halálidegbe. Ide van kírva, Air France, idegbe, Air France, Munich, Rome, Fiumicino, de jó lenne már Rómába elmenni. Ott van ugye Budapest, yeah. Livraison expected, jó. Ez meg csak magyaráz, hogy akkor merre van az előre. Nem is érdekes, de az a lényeg, hogy figyelj ide, gyűjtsed a pontokat. Ja, hát a májz, hát a májzról neked nem is beszéltem, nem is fogok. Jó, majd nézzél utána, halál jó az is. Nézd, csak ezt akartam megmutatni. Bejutni taxival, 40-50 vonattal, busszal, és ott vannak az árak, látod, fixen.
itt a madai szemicsa. Azért 53, mert ha Szajna jobb oldalán vagy a taxival, akkor 53 vagy 58, a vonal 10, a busszal meg 11. Smárongyol azt mondja, trouver un taxi officiel, találni egy taxi hivatalosat, anyukámtól, mert látod, ezt mondom. Most mi, kérlek, mi az 58-as oldal, mert ide megyünk az 58-as oldalra, de az 53-as oldalról, érted? Tehát mi itt vagyunk fönn, és oda megyünk, azért drágább nekünk. Mert Szajnától van a rívgos, meg a rívdroát. Egy métert betartod, maszk van rajta, fertőtleníteni, befertőtlenítél. Ne haragudj, mit mondjak. Mindenki van talán, csak tudnám, hogy hol van az én freedomos bőröndöm. Mindjárt megkérdezem, hogy csúl... Na, előbb eszik fel a zsidegbe, Air France, várjuk. Afrikai testvérem, nem tudom, hol van, ordít magán kívül. Fia, nem tudom, ott van. Mindjárt megmutattam neked. Teljes idegben ma szekaptál bőröngyét, már pedig ők meg... Már, ja, a rendőrök jöttek érte. Mert ő afrikai, és ki mit képzel? Szóval a rasszizmus, és a, hogy az európaiak rasszisták, és most a... Anyukám már tényleg itt vannak a rendőrök. Hát te, idegben van, hát imádom. Van, nézzem. Teljes idegben. Szia, anyukám. Ki anyukám idegbe van? Hát, ordított magán kívül. Figyelj ide, nem kell a reptéren ordítani. Tanul meg egyszer és mindenkor. Mindenki cicska rasszista, és ő Afrika, és ő legyőzi a világot. Most erről beszélt nekünk, hogy hosszasan elemezte ezt. Tehát én azt mondtam, hogy neked legyen mondva. Nem tudok neked most sokosat mondani. Hát jó, neki is van egy véleménye, de nem a reptéren. Jó pofa vagy. A Freedomnak laka. Megjöttünk, már nézheted az öreg hölgyet. Most arra gondolt az öreg Cilla, ha megenged el nekem ennyit. Na most itt a Szajna partján megyünk, most meg itt vagyunk a Rivdrától, és megyünk át a Rivgoszra. Figyelj nagyon. De hogy most mentünk Batomus, hát arra most én nem ülök föl, ha megengedett, ugye nem fogod te megharagudni rám. De most arra gondolt az öreg Cilla, hogy a Musée Yves Saint Laurent-ba elviszi követőt a rajong. Akkor itt a harmadik Sándor hídon fogunk átmenni, nézzenek, mert ott az invalidusok, és ott a Montparnasse. Ezt nagyon figyeljél, mert hogyha ha Kani nem csal, érted, az én taxi, nekem egy Fosdáciába ülök, jó pofa vagy, akkor itt kéne átmennie ezen az előkelő hídon. Ott van az invalidusok, és az invalidusok mögött, látod, ott a Montparnasse, oda megyünk, kapaszkodjál. Pontosan, ahogy mondtam, az a harmadik Sándor hídon mentünk át, és akkor szembe van az invalidusok, látod? Mondtam én, hogy így fogunk jönni, átjövünk a Pont Alexandron. Ja, Istenem, múltkor itt futottam a taxi után, mondjuk el nem akart fővenni, úgy dobtam ki magam a metróból, de ne tudd meg, mibe voltam. Hát ne tudd meg. Hát azt hittem, hogy megőrülök, megvadulok. Menjél haza, anyám, hát olyan hideg van, hogy megőrülök. De jelenleg egyébként nincs túl meleg pár. Úgy az, aki csíj, púpaszán, anyu, azokba, tétre, ére, befutóra. Úgyhogy, kézzel, az van, hogy tudod, itt ugye kicsit a óceáni az éghajlat, mármint, hogy azt akarom mondani, hogy nem száraz a hideg, tehát amit itt 5 fok hideg van, azt körülbelül nullának érzed, tudod? Úgyhogy, ha jössz Párizsba, ötözzél föl, meg fogsz bolondulni. Hát már lököm is szállt neked, invalidusok, nagyon szép múzeum. Szóval elviszlek egy az Yves Saint Laurent-nak a múzeumába, arra számíthatol. Nézd, na jó, szállj egy csicskeidő lejárt.